A Lions Club 1992-ben jött létre, ekkor egy baráti társaság úgy gondolta, hogy fontos lenne egy olyan közösséget alakítani, akik hosszú távon tesznek valamit a társadalomért. 24 taggal kezdtünk, azóta már csak négy alapító tag van, tehát mindig jöttek, mentek újabb emberek, ahogy e, tulajdonképpen a civil szervezetre ráéreztek, hogy az mit csinál, mit kell csinálni, milyen a, a civil szervezetnek a rendszerre, feladatköre, és... E, igazándiból ez egy nagyon nagy munka volt, tehát mindenki, amikor ide jött, szembesülnie kellett azzal, hogy mi szolgálunk egy célt. És hát a semmiből kezdtük el, mert nem volt se ingatlan, se pénz, semmi, de úgy gondoltuk, hogy ez olyan fontos, hogy erre esélyt kell adni. És megtaláltuk azokat az embereket, akik elhitték, hogy a cél fontos, és azt is elhitték, hogy ha esélyt kapunk, akkor megteremtjük. A cél pedig egyértelmű volt: szállást adni azon gyermekek szüleinek, akik gyógykezelésen vesznek részt. Elsősorban a Pécset kezelt leukémiás és tumoros megbetegedésű gyermekek, a PTE gyermekgyógyászati klinika egyéb osztályain kezelt gyermekek szülei, a koraszülöttek édesanyái, az ortopédiai klinikán kezelt gyermekek szülei lakhatnak a szülőszálláson a gyógykezelések időtartama alatt. Először ugye két szobával kezdtünk egy alaksorba. Ennek is nagyon örültünk. Utána kaptunk még két szobát az alaksorba, de akkor már ugye annyian jöttek szülők, a szülők helyett apukák, nagymamák, családok, hogy mindenképpen tovább kellett lépni, és akkor kaptuk a Mártírok út 7 szám alatti nagyon romos helységet, ahol most állunk. És hát sokan azt mondták, hogy hát ez reménytelen, de akkor összefogott a vállalkozói kör, és segítettek ezt felépíteni, és itt át tudtunk adni négy szobát, itt elsősorban apák voltak azt azért elmondom, hogy a Pécsváros önkormányzata mindig pártalástól függetlenül egyhangúan szavazta meg ezeket az ingatlan odaítéléseket, átadásokat, mert enélkül nem tudtuk volna megvalósítani. Gönc egy köztársasági elnök volt az, aki kiárta azt, hogy megkapjuk ezt a Mártirok 7 szám alatti helységet. Lecseréltük az ingatlant, az alaksor ingatlant, ami vizes volt egy kicsit, és nem tudtuk meggátolni a vizesedést, és akkor megkaptuk a mártírok kilenc szám alatt ingatlant, ami nem volt vizes, és alkalmas volt arra, hogy azok a gyerekek, akik mondjuk onkológián már klinikai kezelésre nem szorulnak, de 60 kilométerrel távolabb vannak, tehát nem tudnak rögtön bejönni ide a a klinikára, egy órán belül nem tudnak itt lenni, ők is itt lehessenek, otthoni körülmények között. Fejlesztettük a, tovább az épületeket folyamatosan, hogy két szobával végül is tíz szoba lett, 28 ágyjal, a szülészetnek a kis mamái is ide jönnek a koraszülött osztályról, és itt vannak az ortopédia klinikának is a a gyerekeknek a szülei, a gyerekklinika valamennyi osztályáról, és természetesen bárki 18 éves korig, de utána is, hogyha olyan állapotban van a gyerek, fogyatékossággal él, vagy bármi, akkor nyugodtan jöhet a szülő ide, és egy itt lehet. Addig, amíg a kezelés tart. A Lions Club az elmúlt évek alatt csak nem 60 ezer vendég éjszakát biztosított a PTE gyermekgyógyászati klinika beteg gyermekei szülei számára. A gyermekklinikának nagyon nagy szüksége van arra a támogatásra, amit a beteg gyermek szüleinek elhelyezése jelent. A Lions Club Pécs Normandia már 25 évvel ezelőtt elkezdte, ezt a támogatást, és azóta egyre szorosabban összefonódva tudjuk megoldani azt, hogy miközben a beteg gyermek a klinikán kell, hogy legyen, legalábbis napközben mindenképpen, közben a szülőket is megfelelő módon, már-már szállodai körülmények között el lehessen szállásolni. Azt gondolom, hogy a kölcsönös jó szándék és a segít, készség a Lions Club részéről, és a segítség iránti igény a mi részünkről az, ami így összefonódóan, aztán az évek, évtizedek során persze személyes jó barátságok kiépülésével is lehetővé tette ezt az eredményes együttműködést. A szállás felszereltsége teljesen megfelel a mai kor igényeinek. Azonban egyre nehezebb az ingyenes szülőszállás fenntartásához szükséges pénz, mint egy évi 7 millió forint összegyűjtése, melyet a klub több forrásból teremt elő. A legnagyobb összeget a személyi jövedelem adó 1%-ából, továbbá a Pécsi Tudományegyetem részleges normatív támogatás átadásából, jótékonysági akciókból, külföldi Lions klubok adományaiból és egyéb adományokból gyűjtik össze.